Jó reggelt kívánunk! Április 7-én, kedden reggel. Áldás békesség, én is jó reggelt kívánok! Isten igéjét a mai napi új szövetség ígéből hallgassuk meg. Lukács evangéliumának 21. részéből a 29. és azt követő versekből a rész végéig. Jézus mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék a mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami nagy csapda, mert úgy fog rátok törni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az olajfák hegyére ment, és ott tartózkodott. De kora reggel az egész nép hozzá sietett, hogy hallgassa őt a templomban. Jézus végső időkről szóló tanítását halljuk már több napja a napi bibliaolvasás során. Hogyan lesz az, amikor ő szabadítóként visszajön ítélni élőket és holtakat? Hogyan lesznek az utolsó idők? Hogyan valósul meg a mi megváltásunk? Ezekről a gondolatokról hallunk már napok óta, és ez a mai ige, ennek a beszédnek a lezárása, ennek a beszédgyűjteménynek a vége. Az ég és a föld elmúlik, mondja Jézus, és hadd irányítsa most erre az egy igeversre a figyelmünket ezen a mai reggelen. Az ég és a föld elmúlik, sok mindent lát az ember elmúlni és megszűnni. Biztosnak gondolt dolgok tűnnek el, recsegve, ropogva, dőlnek össze. A tegnapi igében hallottuk, hogy az egek tartóoszlopai megrendülnek. Nagyon szép ez a kép, és egyszerre megrendítő az ókori ember világképét tükröző kép. De valóban így van, ahogyan hallgatjuk a híreket, az elemzéseket, egyre többen mondják, hogy semmi nem lesz már olyan, mint a vírus előtt volt. Sok minden megváltozik. Elég csak egy pici molekuláris ellenség, ami rátámadt az emberre. Az ég és a föld elmúlik. Sok minden elmúlik. Sok minden megváltozik. Biztosnak gondolt dolgok. De olyan jó, hogy mindezek között Jézus elénk adja azt az egy dolgot is, ami állandó, ami megmarad, amihez érdemes nekünk ragaszkodni. Azt az egy dolgot, amit nem kezd ki az idő vasfoga, aminek nem jár le a szavatossága, amiben biztonság lesz akkor is, hogyha minden más megrendül is körülöttünk. Ezt mondja Jézus. Az én beszédeim nem múlnak el. Nektek nem kell más után kapkodnotok, hanem elég az én beszédemet komolyan vennetek. Az én beszédeim nem múlnak el. Ez több dolgot is jelent. Egyrészt kézzelfogható módon is jelenti az Isten igéjét, az Isten szavát. 2000 esztendővel ezelőtt mondta ezt Jézus. És 2000 esztendővel ezelőtt mondta ki azokat a szavakat, amelyeket lejegyeztek. Az ő beszédei megmaradtak, ez már önmagában csoda. Emberekhez kötődő módon maradtak fönt az ő szavai. Hogy a kezdetben a szemtanúk vallomásait lejegyezték, aztán szorgos, hűséges, hitben járó utódok kézzel másolták papíruszra, pergamenre, vagy később részhengerekre vésték, továbbadták, kezdetleges vagy éppen haladó módszerekkel,
hűségesen sokszorosították, tehát ilyen emberekhez kötődő módon maradt fönn az ő szava. Lefordították a népek nyelveire. Emberekhez kötött módon, csodálatos módon túléltek az ő szavai, túlélt az ő igéje, világégéseket, háborúságokat. Ez már önmagában csoda. De ez azt is jelenti, amikor Jézus ezt mondja, hogy az én beszédeim nem múlnak el, ez abban az értelemben is igaz, hogy minden korban aktuálisak, minden korban elevenek lesznek. Abban a helyzetben, abban az állapotban, abban a korban, korszakban szólnak bele az életünkbe, amiben éppen vagyunk, amiben éppen olvassuk. És ez csodálatos ma is megtapasztalni, hogy egy régi könyvből valaki felolvas egy részt, elmondja azt, hogy mit értett meg belőle, beszél ez alapján az Isten szeretetéről, és emberi életek változnak meg ennek nyomán. Lehet ez egy lelkész, lehet ez egy hitoktató, lehet ez egy hitben járó édesapa vagy édesanya. Hit ébred az ő szavain keresztül. Isten igéje keresi a mi szívünket, keresi a mi fogékonyságunkat, hogy ez a láncolat, a megmaradásnak, az ő szava megmaradásának láncolata ne szakadjon meg, hanem jó talajt találjon az ő szava a mi szívünkbe, belevethesse az ige magvakat. Ennyire egyszerű. És ezt kérhetjük tőle ma is. Vesd belém a te szavadat. Hadd keljen ki. Hadd értsen meg én is. Hadd éljem át annak az értelmét. Hadd szóljam, hadd legyek a hirdetője én is. Hadd kövessem, amire tanít. Hadd legyek részese ennek a különleges láncolatnak. Amikor a szavait hallod, akkor ne csak néző maradj. Ne csak a külsőségekre figyelj. Amikor a televízió vagy a képernyő előtt ülünk, akkor hajlamosak vagyunk erre, hogy csak a látványra figyelünk. Ne csak a látványra figyelj, hanem legyen fogékony a te szíved. És az, amikor Jézus azt mondja, hogy az én beszédeim nem múlnak el, akkor ez abban az értelemben is igaz, hogy az ő szavain keresztül lehet az embernek megmaradni, örök életet nyerni. Ha valaki meghallja az én beszédemet, nem lát soha halált. Olvassuk egy másik helyen. A megmaradás kulcsa, az ige olvasása komolyan vétele. A hit az ige meghallásából van, az örök élet az ige meghallásából és komolyan vételéből van. Erre hív minket ma Isten igéje, arra hív, hogy ha eddig halogattad is, ne halogasd azt, hogy a kezedbe vedd az ő szavát, hogy olvasd, hogy komolyan vedd. És nagyon érdekes ez a rész, mert azzal zárul, hogy korán reggel az egész nép hozzá sietett, hogy hallgassa őt. Siettek azok az emberek ott nagy héten, hogy le ne maradjanak, hogy mindent jól hallhassanak Jézus szavaiból, hogy jó helyen láthassák őt, amíg még lehet, amíg még Jézus közelében lehetnek. Legyen ez igaz ránk is. Legyen ez a mi életformánk is, hogy már korán reggel hozzá sietünk, hogy hallgassuk, mivel akar elindítani minket erre a mai napra. Amen. Testvérek, forduljunk oda imádságban Urunkhoz. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy a te igéd az megmaradt. Eljuthatott hozzánk is. Jézus Krisztus előttünk 2000 esztendővel élt, elmondta a szavait, és odaadó életű emberek, akik hittek benne, hittek az ő beszédének, lejegyezték, mert te így akartál gondoskodni arról, hogy nemzedékről nemzedékre megmaradjon a te igéd, eljusson az emberekhez. És köszönjük, Urunk, neked azt, hogy kézben tarthatjuk, olvashatjuk, ismerhetjük a te szavadat. Hadd legyen ez számunkra naponkénti áldás.
hadd tudjunk a Te igédből naponként bölcsességet meríteni, útmutatást nyerni, bátorítást, biztatást kapni, különösen ezekben a nehéz időkben, amikor meg van próbálva a mi életünk, próba alatt állnak a családok, a szeretet, a béketűrés, az egymás elfogadása, mind-mind próba alatt áll. Urunk Istenünk, adj erőt, adj türelmet, adj szeretetet egymáshoz az otthonokban, őrizd meg a családok egységét, őrizd meg különösen azoknak az életét, akiket jobban veszélyeztet ez a fertőzés, mint a fiatalokat, mint az egészséges szervezetűeket. Könyörgünk, Urunk Istenünk, különösen azokért, akik súlyos betegségeket hordoznak, és azzal küzdenek napról napra, már hetek vagy hónapok, talán évek óta. Te könyörülj rajtuk, Te adj nekik megújuló erőt, megújuló egészséget. A Te kegyelmed legyen a Te népeden, a mi hazánkon, és ezen az egész teremtett világon. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Áldás békesség. Áldás békesség.